Köszöntöm a nézőket! Van egy ma már örökzöldnek számító dal, amit szerintem fiatalok, középkorúak, idősek mind ismernek, nem csak hogy ismernek, hanem kívülről tudják. Mi most megmutatjuk ezt a dalt, és utána a zeneszerzőt, egyébként a szöveget Verebes István írta. Lássuk! Soha sem mondd, hogy túl vagy már mindenem. Soha sem mondd, hogy tovább már nincs nekem. Mindig van új, s még újabb, hát várd a csodát. De soha sem mondd, hogy nincs tovább. Soha sem mondd, hogy túl vagy már mindenem. Nem jöhet új az életben hirtelen. Soha sem mondd, hogy vége, hogy nem érdekel. A mindenen túl, a minden jön el. Soha sem mondd, hogy vége, csak azt mondd, hogy ennyi megérte. Ha megérte, jöhet egy pont, mit mondanod kell, ó, mondd. Soha sem mondd, hogy vége, csak azt mondd, hogy ennyi megérte. Ha megérte, jöhet egy pont, mit mondanod kell, ó, mondd. Hogy már mindenem. Soha sem mondd, hogy tovább már nincs nekem. Mindig van új, s még újabb, hát várd a csodát. De soha sem mondd, hogy nincs tovább. És akkor itt a zeneszerző, Döme Zsolt, aki, hogyha ezt a dalt külföldön írja meg, akkor ma nem milliómos, mert hát az milliómos mindenkinek van egy lakása, hanem milliárdos, ugye? Hát lehet, igen. Valószínűleg tartom, de nem csak én vagyok az egyetlen szerintem, aki ha külföldön jött volna valamit. Hogy született ez a dal? Tudom, hogy nem, egy filmhez, Mészáros Mártán az Örökség készült című. Az Örökség igen. című filmre. Ugye a Márta, volt egy megbeszélés, ott volt a Márta. Filmgyárban gondolom. Nem, egy lakáson, csak azt hiszem a Komlóci Anna Marinál. Ott volt a Kóródi Ildi, azt hiszem ő dolgozott a forgatókönyvben, és a Vereves meg én. És a Márta azt mondta, hogy írjatok egy olyan dalt, ja, erre a Karádit akkor rehabilitálták, hogyha vissza. Mert addig nem lehetett. Nem lehetett játszani, és pont akkor kezdték el rehabilitálni. És egy olyan dalt, mint a Karádi, hogyha Karádinak írnátok. És mondta a Pista szokásos. Jó, jó. Oké, és eltűntünk. Igen ám, de miután ez a felvétel, amit most hallottunk, ez úgynevezett demo, ezt azért vettük föl, mert erre forgatni akarta a Márta 2 hét múlva, vagy nem tudom, a felvétel után. Igen ám, de a Mártának volt egy, ő előtte sokat dolgozott, aztán te emléke, a Kovács Katival. És ő nagyon szerette volna, hogyha a Kovács Kati. Sőt, hát a Kovács Kati színésznőként. Színésznőként játszott nála, azért mondom, és nagyon szerette volna. És hát ez egy őrület volt egyébként,
hogy ki énekelje a dalt. Mert megkerestük a Kovács Katit, és aki nagyon becsületesen azt mondta, hogy hát ez nem az ő világa, tényleg nem az ő világa, mint utólag kiderült, kevés embernek volt ez a világa. Igen ám, de akkor ki énekeljen. Na most úgy képzeld el, hogy még élek, nem felejtem, mert úgy volt a régi a módszer, hogy mit tudom, ki voltunk írva csütörtök reggel 8-kor a filmjár zenetermé vagy felvételre, én fölvettem az alapot. Mennyi idő alatt írtad meg? Ezt nagyon gyorsan. Mert a Pisthez úgy dolgoztunk, hogy akkor még Pesten lakott, hogy itt van az, hogy olyan sohasem mond, az rögtön megvolt. És írt még 4 sort, és írja őző, én majd megírom a többit. Na most tudni kell a Pistáról természetesen, akit igen szeretek, én legalábbis nagyon-nagyon szeretem, és nagyon ritkán találkozunk, de akkor mindig nagyon jókat beszélgetünk, hogy nem arról híres, hogy ő azt mondja, hogy holnapra kész, akkor az kész lesz. De az már millió más dolga volt már akkor is. És akkor nem volt mobiltelefon, semmi, hanem ilyen városi vonalon tudtunk beszélni, de ugye foglalt meg, és ő lediktált még pár sort, és akkor így írtam meg a dal. De ott álltunk innen a stúdióba, és még nem volt meg a teljes szöveg. De még énekes se volt. Hát énekes egyáltalán nem volt, mert ugye a Kovács Kati, és akkor minden magyar színésznőt, aki létezik, él és mozog, kerestünk, de miután ez egy ilyen premier hét volt, senkit nem engedtek el. De tényleg olyan nevek, hogy most már lényegtelen, hogy kik voltak, de nem. Mindenki próbált, dolgozott, másnap bemutató, aznap este főpróba, tehát nem engedték el őket. És akkor a szegény Szohár Feri, aki sajnos már ő sincs köztünk, ő volt egyik gyártásvezetője a produkciónak, vagy akkor lehet, hogy akkor még csak ilyen fő segéd volt, vagy nem tudom. És neki eszébe jutott, hogy biztos emlékeznek a közönség is, de te biztos, hogy Sik Feri. Hogyne, a Gyulai Várszínház. És ott mindig volt egy, hát 79-ből beszélünk most, 79 nyarán volt a szabad téli játékok, és mi pont a Verebesen egyébként dolgoztunk, lehet, hogy a Mártának mi ott jutottunk eszébe, mert csináltuk a Szász Péter írt a Nemeskülti darabból egy a Gyula Vitéz télen-nyáron. Igen. Hát ebből aztán egy őrület lett. De és ott mi, az a lényeg, hogy ott mi lent voltunk, mert próba, nem tudom. De úgy kezdődött mindig az egész gyulai... Hogy egy gála volt. Egy gála műsorral indult el. De ott tényleg az ország legnagyobb színésze, a Sinkovics szóval. Most bárkit mondok, mindenki nagyon nagy volt. És áll a produkció, áll mindenki. És a nem nyakláncodat egy kicsit arrébb kéne tenni, igen? Mert szerintem lögdösi a mikrofon. Igen. Jó, most jó. És Mindenki elénekelte a produkciót, amik felléptek, és vártunk, egy emberre vártunk. És nem tudta senki, hogy ki ez. És mondták, hogy már úton van, elindult, úton, de hogy próbált meg. Na mindegy, egyszer csak megérkezik egy őrült ettes nő, aki valami, nem tudom miben volt, így ledobta, eszelős hajjal, és énekelt valamit, és hihetetlen sikere volt. És mindenkit megtapsolta a kollégák, hogy, és kiderült, hogy ez a Herdádi volt. Na most erre a nőre emlékezett a Szuhár Feri, és fölhívta a Víg Színházat, mert hogy ott volt, ő akkor végzett a főiskolán, és próbált, méghozzá tudod mit? Akkor azt hiszem, hogy akkor a Csurkának a deficit lehet, hogy akkor volt. Hogyne. És akkor volt, az több szereposztásban volt, volt egy idősebb és egy fiatal, és nyilvánvalóan a fiatal szereposztásban próbált, de mondták, hogy jó, hát ez reggel 8 fel, az alap az megvolt 9-re, 9:30-re, és ott álltunk, és mondták, hogy 2 után a szabad a művésznő. És akkor küldtek érte egy kocsit, 3:30-4-re megérkezett, mert nyilván megbeszélés, nem tudom, megérkezett Jucika. És az, ami hihetetlen volt, mert, ja, hát ezt tudni kell, hogy ez a produkció, ez egy francia-magyar produkció volt. Már a film az a örökség. Film, igen, igen. És a Toszkán Döplántyi úr, aki azt hiszem a Gomon cég tulajdonosa, vagy valami főnöke, nem tudom, ő ott pont itt voltak Magyarországon, és várták ezt a dalt mindenki. És a Juci az úgy volt, hogy arra nem volt időnk, hogy próbáljunk. Ja, nekem közben elkezdett iszonyan fájni a fogam, lehet, hogy az idegességtől, de utána el is kellett már orvosod.
És úgy bent volt egy zongor, egy ilyen, akkor még úgy vettük a felvétel, kalitka, bent egy zongor, és én játszottam a sorokat neki. Ő énekelt, szöveg, énekelt, jó. És fölénekelt. De tényleg egyszer. És ez, amit most megy felvétel, ez a demo volt. Ez soha azután nem vettük fel így. Hát fölvettük másik, de ez a demo volt. És vége van, és benézünk a stúdió, a vezérlőben. És a következő hang, igen, hogy ott áll mindenki, is dermed. Mondom, nagyon nagy gáz magamba. És mondták, hogy gyertek be, hallgassátok meg. Bemegyünk, és valami elementális siker volt az egésznek, úgyhogy mindenki rosszul lett, mi is. És akkor mi a Jucival ott beszélgettünk, akkor kész, ennyi volt. Na, akkor most megnézzük a filmben, hogy hangzik ez el. Ja, és igen, ez is egy érdekes dolog. Innen folytatjuk. Tehát a második bejátszást akkor kérem szépen. Figyelem, hölgyeim és uraim, most halljuk a művésznőt személyesen. Soha sem mondd, hogy túl vagy már mindenen, nem jöhet új az életben hirtelen. Soha sem mondd, hogy vége, hogy nem érdekel a mindenen túl, a minden jön el. Soha sem mondd, hogy vége, csak azt mondd, hogy ennyi megérte, s ha megérte, jöhet egy pont, mit mondanod kell, ó, mondd. Soha sem mondd, hogy vége, csak azt mondd, hogy ennyi megérte, s ha megérte, jöhet egy pont, mit mondanod kell, ó, mondd. A zongoránál Szabó Sándor ült mellette, aki áll, az Monorilili, és itt sokkal rövidebb a szám. Mert... Igen, hát ez volt az érdekes, hogy gyakorlatilag ez a filmben nem hangzott, és akkor utána volt az, hogy a franciák... De a filmben ennyi volt. A dal, igen. És utána kérte a franciák, hogy a sokkal többször hangzott, hogy a film kísérőzzel, stb. Ezek egy óriási történetei voltak, de ami a két dolgot, ha elmondhatok. Hát hogyne? Az egyik az, hogy egyszer csak nagyon nagy. Mentünk az utcán, és akkor még voltak presszók, meg voltak ilyen zenegépek, meg zongoristák, és mindenhonnan ez a dal szólt. És kiderült, hogy ez úgy történt, hogy ez a Cannes-i fesztiválra készült a film, és az anyagot, azt kivitték, kint volt az anyag, és csak ez az egy dal volt itthon. És ezt véletlenül leadták a rádióba. És mert előzetesnek, hogy ez majd lesz valamikor bemutató Magyarországon is. És a Szabad Európában már beszéltek róla. És ez azt mondták, hogy kerestek több barátot, de mit csináltatok? Hát állandóan megy ez a dal, meg rólatok beszélnek a Szabad Európában. Hát akkor még azért ez nem volt több, mert ugye 80-at írunk most. És volt egy olyan műsor a 12-től 5-ig, a Takács Mari és a Gálvölgyi János. Igen, és tudni kell, hogy a Juci és a Gálvölgyi abban az időben nem csak az, hogy egy házban laktak, hanem egy emeleten is. És utólag derült ki, a Jani mesélte a Jucina akkor este, mert ezt mondja, őrület mi volt. Állandóan telefonáltak egész nap ezt a dal, de senki semmit nem tudott róla. Mert aki ezt leadta a filmgyár részéről, az nem adott semmifajta, ő nem gondolt, hogy ebből ilyen őrület lesz. De mindegy is hatalmas láger lett. Mert azt hitték, hogy valami rejtett karádi, amit senki nem is, emberek megesküdtek rá, hogy ez óriási. A... Ismered, hogy ilyenkor az emberek mindent tudnak. Ó, hát... Na, és akkor kiderült, hogy akkor lettünk mi érdekesen, amikor az Erdős Péterék behívtak, hogy akkor kéne egy lemez. És akkor végül... Az a lemezgyártó. A lemezgyár. És akkor az történt, hogy ugye, ami nagy kétszeres aranylemez lett. Kislemezként. Kislemez, igen, az, ami akkor 100 000 volt egy kislemez. És
egy már az aranylemez, az aranylemez, és a platina meg 250 és az ezer, is, és az is volt kétszeres, azt hiszem, tehát rengeteget. Hát a YouTube-on is embertelen sok. De várj, és akkor még egy sztorit mondok el, és akkor ennyi volt a sorsa volt, és az én. Egyszer csak a Verebessel beívtak minket. Igen, nekünk volt egy szerződésünk a franciákkal, mert az Izarak, mert Üppenek, ez nagyon tetszett ez a dal, már lefordították franciául, meg volt, akkor még vízunk kellett, hogy mikor megyünk ki, mert a csaj fölénekli Párizsba, és ott elindul a saját maga útján. Igen, hát, és közben az történt, hogy azért hónapok, hetek teltek el, hogy a... Ja, igen, mert a barátnője volt a Tosca de Plantier úrnak. Igen, csak a csaj forgatott a Ciminóval, és állítólag összejött a Ciminóval, és ezért nekünk is ugrott a nagy lehetőségük, de ez még ez sem baj, hanem behívtak minket, akkor még szerző, a Vörös Marti téren volt ez a biztos emléke. Hogyne? A Szilágyi Elizélt Palotának hívták. Igen, ott volt, a Szilágyi volt akkor a Szert Jogvének a főnöke, és behívott minket a Verebessel, ennél kisebb szobában volt, és azt mondta, hogy akartok még Magyarországon dolgozni? Isten, miért ne? Ja igen, mert nekünk valutába kellett volna, olyan szerződésünk volt, hogy minden egyes, tehát ez a rengeteg aranylemez, meg a filmjog, mindent valutába, olyan szerződésünk volt. Tehát dollárba kellett volna kapni. Csak hogy behívtak és azt mondták, hogy ha akartok még dolgozni, akkor írjátok alá, hogy lemondtok erről. Verebes először azt nem írjuk alá. Ez volt kb. 20 másodperc, és azt mondta, hát lehet, hogy még akarunk, és akkor muszáj volt aláírni, nem volt mese. Hát, hogy ez volt a rövid kis történet. Szép történet, meg szomorú is. Hát, de volt ebben még a Percezita, aki szerintem akkor ebben a filmben volt. Olaszországból jött haza. Haza is, már játszott a Mártánál. Nem akarok felvágni, én hoztam haza. Te hoztad haza. Először egy portréjére, ja, aztán a Kecskeméti Színházba is. De a Mártánál játszott ebben a filmben. Persze. Igen, mert volt egy fogadás még a film utolsó napján lent, akkor hogy még határsáv kellett, Kőszegen forgattunk egy jelenet, és ott utána milyen nagy stábuli. Igen, én hoztam először Pestre, Olaszországba. És várjál, csak az érdekes, meg a Kecskeméti Színházba. Színházba is te vitted le. Így, hát aha. Nem én, hanem az igaz Éléspista. De te ajánlottad. Az Éléspista. Éléspista szegély ő. Na, szóval megvan ez a dal, ez változatlanul nagy siker. De várjál, csak annyit hadd mondjak még, mert a Perccel azt mondta, akkor éjszaka, amikor tombolt, 79-et írunk, a diszkó, az Abba, a nem tudom milyen őrült zenék voltak, és azt mondta, meglátja, ez hatalmas láger lesz. De ezt nem hiszem, de az lesz, akkor ott vacsorázik, amíg Magyarországgal lesz, ahol akar. Snit, fél év múlva összefutottam vele a belvárosba, azt mondta, mondhatom, hogy hol vacsorázunk? Mindig a Gellért szállóban lakott. Igen. Nagyon sok mindent csináltál. Színházakban zenei vezető voltál, nagyon sok minden fűződik a nevedhez, ehhez képest se Wikipédia oldalad nincs. Úgy kell összevadászni rólad az információkat, hogy hány zenés darab fölött atyáskodtál, de miért nem vagy képes magad egy kicsit menedzselni? Nézd, most már így lesz, ha idáig kihagytam 50 évet, akkor most az utolsó pár hétben valamban minek? Én nem szerettem ezt soha. Ez ugyanaz, mint hogy nincs, mi ez a Facebook, ugye? Az ez most az, nincs, mert az... A párodnak volt Áginak van. Jó, de hát az Áginak ebből botrágyai is vannak időnként, már le is tiltják. Igen, ez meg Ági az elég szókimondóan elmondja a véleményét. Szerettél közösségbe dolgozni? Hát Székesfehérváron nagyon sokáig voltál zenei vezető. Hát nagyon sokáig voltam, utána nagyon sokat dolgoztam a Jordánnál. Szóval én nagyon szerettem a színházat, mint olyant imádtam. És de saját a... műveid is vannak, nem csak más műveket hát gondoztál. Voltak saját, persze, hát volt a Bécsi Gyors, amit nagyon szerettem, hogy a Fábri Petivel írtunk, azt annak idején a... Biztos emlékszel, hogy volt egy, ugye, hogy a Nemzeti, akkor több helyen volt. Volt a Várba. Igen, hogy nem. Akkor a volt Dériné Színház. Emlékszel, hogy az a Klauzál, vagy nem Klauzál? Nem, a Hevesi Sándor. Nem, az ott volt a Nemzeti. Ja, a Kulik Gyula. A Kulik Gyula, az, igen. És akkor az Iglódi. Én láttam a Bécsi Gyors. Ja, én melyiket láttad? A régit, a jobb a Gabi féle? Nem, a későbbit. Amit a Vojt és a Izé játszott, a
Igen. Én nagyon szerettem a Fábiban, mindig is, nagyon jó barátom, mai napig is. És közösségben jó lenni? Tehát tudsz nagyon alkalmazkodni egy társulat? Nagyon, nagyon. Nekem az volt a legfontos, de ott lehetett a szakmát megtanulni. Szóval az, hogy amikor az ember színpadi, én mindig ilyen alkalmazó zenéket. Szóval az, hogy úgy tudsz igazán jó dolgozni, hogyha egy rendezővel megbíz egy munkára, hogy bent ülsz a próbán, és nézed, ahogy az előadásban a színészek, és egyre inkább fejlődik előbbre. Én ugyanazt szoktam csinálni, és akkor mindig volt egy 10-12 nappal a premier előtt, akkor már minden tudsz a darabról, és az ember akkor megcsinálta az úgynevezett összekötő zenéket. És én ezt imádtam bent társadalom, mindig. Mindent ott miért lett meg. Zenész? Otthonról jött az indítás? Hát végül is otthonról is jöhetett volna, de hogy miért zeneszerző lettem, az egy teljesen véletlen dolog az egész. Hát az én ap, hát nekem egy furcsa család, na mindegy, ez egy külön, az ember már nem beszél ennyi időskorában erről, de hogy a anyámat 30, nem tudom hány éves koromban ismertem meg, pont a sohasem onnan köszönhető. Nem ismerted az édesanyját? Nem, mert mindegy, bonyolult, elvált az én apám, ők elváltak, én és nem emlékeztem. Időnként jött a nagy, kimentek Amerikába, és akkor időnként jött a másik nagyi, tehát az anyai nagyi, aki el akart mindig vinni, de nem engedte. Szóval bonyolult, mindegy, és hosszú papát, ügyes. Lényegében papát nevelt. Papám, illetve az ő éde, a Sanya is a papai nagymama. De hát mindegy, ez már múlt, ez gyönyörű, ez nagyon szép, nem foglalkozunk. De hát egy gyereket, ezzel. Akit elhagy az édesanyja, az akár egy életre megkeseredhet. Hát persze, mert én akkor sokkal később ismertem. Hát én azt nem, szóval az volt a furcsa nekem, hogy ez is egy hülyeség, de ezt még elmondom, hogy bementem annak idején olyanok voltak, hogy mindig megkérdezték az iskolába, hogy történt-e valami változás. És akkor apja neve, anyja neve, és akkor mondtam az anyám nevét. Azt mondták, hogy te hazudsz, hát nem az az anyám neve, nem az a... És hazamentem sírva, és kiderült, hogy én még anyakönyvileg voltam beiratva az iskolába, de, és akkor ezek után adoptálta az akkori felesége az apámnak. Úgyhogy a mai napig értett tulajdonképpen, és onnantól kezdve, amikor a gyerekek szokták egymás édesanyját színi, ez engem soha nem érdekelt, mert közben a ház, ahol laktam, a szomszédok is mindig mondták, hogy milyen helyes volt a te anyád. Szóval mindegy bonyolult, és ez akkor pár éves voltam, 10, 8, 10, amikor ez kiderült már számra, hogy még fiatalabb. És innentől az én engem soha nem foglalkoztatott ez a dolog. De apukádat? Apával jobban voltam, de úgy volt jó viszony, hogy 16-17 éves koromig, amikor is elköltöztem otthonról, és akkor onnantól kezdve, időként beszéltünk, időként nem beszéltünk. És a zeneszerzés hogy jött? Az egy teljesen véletlenül, ez reklámfilmekkel, hogy egy barátom, a Szurdi is azt mondta, hogy nem akarsz reklámfilmet csinálni, ilyen pókerparti közben. És mondtam, jó, és el is feledkeztem róla, és akkor egyszer csak kikerültem, valahogy jött egy kocsi, ami agyrém volt, hanem, és a filmjár, akkor még volt kettes telep a Fradi pálya mellett. Könyves Kálmán körül. Könyves Kálmán, igen, és a Jankovics Mártához, az volt az egyik legzsendárisabb gyártásvezető. Akkor ugye ma már producereknek hívjuk ezeket, de ővele kezdtünk el ott reklámokat. De honnan tudtál Kottárt olvasni? Hát tanultam a zenét, hát ez is egy furcsa dolog, mert amikor még iskolás voltam, a belvárosban nőttem föl, ott laktam, ott születtem a Dunapart, Belgárdalapart 25-ben, ami az iszonyú frekventált helyen volt. Tudom. És pont a Dunaparti, a tűzi játék, ami állandóan kimaradt az életemben, mert se Erzsébet hinnem volt, se tűzi játék nem nagyon volt akkoriban, mi akkor még a tudod Gellértről. És oda jártam, és a Veres Pálniba és az 50-esben jelentkeztem gimnáziumban. Be kellett érni, hogy de én nagyon valami miatt filmrendező akartam lenni. Hát már akkor bennem volt ez, de én közben tanultam zenét, hát az apám az egy nagyon híres, hát ő a Magyar Rádióban volt a szimfonikus zenekarban, még aztán utána átment az operába, ő egy nagybőgős volt, és az ország egyik legnagyobb művésze volt, ő egy nagyon komoly ember volt. És mindenkivel dolgozni,
Én is tanultam a Nagybőgöt, és föl is vettek főiskolás minden van, csak én úgy éreztem, hogy nem lehetek le jó, mint az apám. Hát én nem akarok szégyelt hozni rá, és inkább nem erőltettem én ezt a dolgot, és azzal, hogy ez kezdődött, ez a színház szeretet, meg a reklámfilmeket, az elét tanultam gyerekkorom óta, egyszer csak elkezdett foglalkozni ez érdekelt ez a szakma. A szakma érdekel, saját magadat nem akarod fölárasztani. Egyáltalán nem. Van egy dal, amit így befejezésképpen leadnánk. Melyik? Ez egy szomorú dal, Vojtág énekli, viszik a zongorát. Ja, amit az Ivánnal írt. A Szenes Iván írta a szöveget. Ennek van valami története? Hát az, hogy az még élek nem fel. Az Ivánról tudni kellett, hogy úgy dolgozik, hogy ki kellett menni hozzá. De tényleg a legnagyobb zeneszerzők, akik a csodákat, slágereket írtak, azok mindig szegény nádas, amivel egyszer találkoztam való vidéken, és mondtam, hogy most jön. Nem, azt mondja, hallom, hogy az Ivánnal dolgoztam. És akkor mindenkinek úgy az a történet, este 8-9-re ki kellett menni, odaültél a zongorához, és azt az egy motivumot, vagy amit ő akart, azt kellett játszani reggelig. Ő feküdt az ágyon, retteletesen gondolkozik, majd később le akarta veled iratni, de ebben az esetben az Ágival is, mert ő kint volt, lediktálta a szöveget, és reggelre akkor isztok valamit? Addig se víz, se ital, se kaja, addig még ő meg nem írta a dalt. És ez, és akkor ezt... De ez egy szomorú dal, nem? Hát hogy nem. Az egész, igen. Igen. Ugyanakkor egy nagyon szép szám. Én örülök, hogy itt voltál, hogy legalább itt egy kicsit többet megtudhat rólad az, aki ismeri a munkáidat. Nézzük meg ezt a dalt, viszik a zongorát, Vojtág énekli. Egyiket sem felejtem soha.
aki bánom, messzire viszik a zongorát, ég veled, öreg barátom, én vagyok az, aki elköszön, és én leszek az, aki bánom.